Az Unilever munkáltatóként és befektetőként 1991 óta a magyar élelmiszer, tisztítószer és kozmetikai piac egyik meghatározó szereplője, mondta az ünnepélyes megállapodás aláírása előtt a cég Közép-Kelet-Európa régiójának vezetője. A Magyarországon 3 gyárral jelenlévő cég hazánkat stratégiai gyártóközpontjának tartja és elkötelezetten fejleszt egységeiben. A nyírbátori létesítményben csak idén 7 millió euró értékű beruházást hajtanak végre. A nyírbátori gyárunk az egyik legnagyobb európai gyárunk, ahol háztartás vegyipari termékeket állítunk elő, és a termelésünk csaknem 90%-a exportra megy. Az együttműködési megállapodás aláírása a kormánnyal pedig valahol szimbolikus, hiszen azt akarjuk érzékeltetni, hogy cégünk a magyar embereknek és a kormánynak is elkötelezett partnere volt az elmúlt években, és az lesz ezután is. A magyar kormány Nyírbátorban a második, összesen már a 62. stratégiai együttműködési megállapodását kötötte. Az unileveres megállapodást a kormány részéről a külgazdasági és külügyminiszter helyettes írta alá. Szabó László kiemelte, a befektetőbarát Nyírbátor mellett egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében érzékelhető, hogy a cégek fejlesztenek, a gazdaság erősödik. Szabolcs-Szatmár megyében egyébként az elmúlt években 650 millió eurónyi beruházás jött létre, és közel 5500 új munkahely keletkezett ezáltal, és nagyon jó hír az, hogy a már most elbírálás alatt lévő döntések is, hogyha megvalósulnak, akkor további 1900 munkahely jön létre, több mint 160 millió euró beruházással. Ez egy hatalmas dolog, dinamikusan fejlődik a régió. Az, hogy az M3-as most már eljött idáig, reméljük a bekötőutak is minél hamarabb fel lesznek újítva, ez egy fantasztikus dolog. Csak ebből a gyárból napi 90 kamion megy el és viszi a termékeket a világ minden részére. A rendezvényen Nyírbátor polgármestere arról szólt, 6 külföldi tulajdonú multinacionális vállalat működik a városban. Jelenlétük pénzügyi stabilitást, új munkahelyeket is jelent a városban és vonzás körzetében élőknek. A partneri stratégiai megállapodások vagy együttműködések pedig azért nagyon fontosak, legyen szó kormányzattal vagy önkormányzattal, mert én azt gondolom, hogy a vállalatok egy dolgot nagyon jól tudnak, termelni, értéket előállítani, foglalkoztatni, viszont az összes többi körülmény megteremtése az meg a város és az önkormányzat és a kormányzatnak a feladata. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy értsük a vállalatok egyéb problémáit, azokra tudjunk reagálni, és közösen a lehető legrövidebb időn belül ezeket meg tudjuk oldani, mert ez garantálja azt, hogy a vállalat itt, aki megtelepszik egy városban, az nem csak gyárat alapít, hanem a jövőben évről évre fejleszt és új munkahelyeket hoz létre. A megállapodás aláírását követően átadták és el is indították a cég új gyártósorát, amely mintegy 10%-kal növeli majd a nyírbátori egység kapacitását.